Még ebben a korszakban, mit mondott az Ati? Jó? Csendet kérek, felvétel lesz, felvétel indít! 759-es. Csap! Tessék! Hí, nagyon féltettem a malatot. Bicsak hol van? Azóta dolgozom. Még egyesek a napot lopják. Azt kérdeztem tőle, hogy... Ennyi. Nagyon jó. Ennyi. Jó. Vagy ott a Molnár utca környékén. Jó. Érted, ott a... A hétvégén simán meg tudjuk csinálni, egyik hétvégén, nem? A Károlyi kert környékén, igen, nem a zöldet mutat, nem ott, ott az ötödik kerületben, ott az egészet. A Kálvin térnél, ott lakik a Marci. Kálvin térnél, ott elmegy a villamos, ott le lehet menni a metróba, sok minden van ottan. Érted, és a bolondériáját lehet látni, a nagyváros bolondériáját, az jó. Kell. Rátok beszélem. Jó. Jól járok, hidd el. Ide valósul a Csongrád? Ez itt a strandi terrib, ugye? Már mindenki arra jár. És az el van kerítve, vagy mi vagy? Teljesen sznyílt. Kiszáll. Kis kukid, nem vagy ott a maguk. Ha a terek föl kell, kapsz egy malacot, Józsi. Szűzd meg, mit csináljak meg? A Nánci. Nánci, hol a malac? El tudnám nyomni ebbe is. Milyen üste, hozz egy szék. Próbára készen vagyunk, köszönöm szépen. Ezért nem. Felpróbál. Vegyük föl, ugye? Tessék. Menj Isten! Vicsek! Csak a fejed a régi. Ebbe a Váci utcai pompába akarsz kimenni a berekbe? István bácsi, köszönöm a mama nevében is. Mi a fészkes fené? Hát mamának a gyógykezelésnek a fény. Ugyan már? Nálcsi levese az asztalon. Ti meg itt lotyogtok. Bájhoz! Nem tudom, mi a fészkes felét eszelte oda ki. Hát elmondtam az ő szövegét. Észre se vettük, olyan jól mondta. Nem számít. Hát most már tök mindegy. Egy stáb vagyunk ilyenkor, nincs össze. Beleszünk. Figyelj csak, Gyuri, az nem baj, nem látszanak a tányérok, ugye? A belseje? Az közelibe, attól függ, hogy honnan vagy. Még azt mondják, hogy én csináltam, tudod. De rá fognak, hogy ilyen jó, csak én tudok. Gyuri bácsi! Jöjjön be és csöndet ki! Főleg a gyógykezelés. Jó napon vagy, nincs munkahelyt, aztán... Jó? Vagy mikor? Azt fölvenni. Ki mi itt van? És akkor még nekem van bele. Köszönöm a mama nevében is. Mi a fészkös fenn? Hát mamának a gyógykezelésnek. Hogyan a pénz. Nánci levese az asztalon, ti meg össze-vissza locsogtok. Vájóhoz! Jöhet az a véznacsib, ami tegnap hullott el a Baromfi vészben. Nem illik elvenni a vendég étvágyát. Ne hallgass rá, fiam. Azt hiszi, hogy ha vendég kevesebbet teszik, akkor neki több marad. Miért nem így van? Nyugodtan együtt.
Működik. Jó, rendben van. Jó, rendben van. Mehet. Leültem. Minden rendben, tutajuk. Felvételes csendet kérünk. Felvétel indít. 777-es. Csap. Tessék. Minden rendben, tutajos. Vér a fejében. És a végén itt volt a fejében. Felvétel indít. 778-as. Csap. Tessék. Minden rendben, tutajos. István bácsi, köszönöm a mama nevében is. Mi a fészkes fenét? Hát, mamának a gyógykezelést meg a pénz. Ugyan már. Náncsi leves az asztalon, ti meg össze-vissza locsogtok. Várjulhoz! Képzelem, gyuszikám, miket ehettek odakén. Haj. Hát ilyeneket bizony. Há, hogy ettek. Tudtajos, nem is gondoltam, hogy ilyen uncut vagy. Ez az igazság. Persze, mert levest egyszer settél. Mellé beszélsz, de nem baj, ügyesen szóltál. Jöhet már az a vézna csibag, mi tegnap brillira el... Ezt a mondatot... Még egyszer? Jöhet már az a vézna csibag, mi tegnap hullott el a Baromfi vészben. Nem illik elvenni a vendég étvágyát. Ne hallgass rá, fiam. Azt hiszi, hogy ha a vendég kevesebbet eszik, akkor több marad neki, he? Miért nem így van? Na jöhet már az a vézna csip, ami tegnap hullott el a Baromfi vészben. Nem illik elvenni a vendég étvágyát. Ne hallgass rá, fiam. Azt hiszi, ha a vendég kevesebbet eszik, több marad neki. Miért nem így van? Felvétel indít. Uró. 780. Csap. Csap. Tessék. Döglenek a csibék, Láncsi? Vagy magát tegyen meg ezzel a keszeggel együtt. Ne bolondozzon már! Csülökre, tutajos. Holnapra kell az erő. Matulának nagy járása van. Elbírom. Úgy legyen. Nyelest hús, fiam, kézzel. Köszönjük szépen! Ez megvolt. Ha elvállalnád ezt a mázsálást, amíg ez a szegény lácsi rendbe jön, rendes fizetésért. Nem mázsáltam még. Ha nem vagy hülye, 3 percet, úgy mázsálsz, de úgy mázsálsz, hogy na gyere! Ne rögd el, ne rögd el magad! Hát miért? Miért? Ennyi. Akár el is rögheti magát, hogyha olyan a helyzet. De az a jó, ha komolyan veszed. Igen, jó. Szájba. Hát húzol az éveség végén. Hogy süt a nap? Várd. Csap. Tessék. Béla, gyere csak! Tudsz számolni? Persze. Nem vállalnád el a mázsálást helyett a szegény lajcsáját, amíg rendben nem jön. Természetesen rendes fizetésért. Nem mázsáltam még. Ha nem vagy hülye, 3 perc alatt úgy mázsálsz, de úgy mázsálsz, hogy gyere! Ennyi. Ez a jó. Ez nem tudom meg. Tessék! Van egy közmondás. Minden szamár a maga bőrét viszi a vására. Azon kívül a saját bőröd, de azt csinálsz, amit akarsz.
Mi lesz holnap? Matula bácsi azt mondta, nem jön be, mert én mással leszek elfoglalva. Persze, hogy el leszel foglalva. Ősz, mint egy faszent, vigyázol a bőrödre, ordítasz. Mikor Nancsinén újra beken is megjegyzed magadnak, a berekben nem vigyázol magadra, hát nem vigyáz rá senki. Az de jó! Aha. Mit csinál? Miért beszél? Vagy miért tászol? Ne csinál! Beszél! Tászol! Ne csinál! Ezt a szakaszt, el sem vigye a zöld autó. De mi? Hogy fél? Még onnan is? Közelebb itt azt hittem, hogy a szunkba belejön. Nagyon-nagyon kül. Nem, hát itt akkor most elindítjuk és fölveszik, hát legalább az lássad. Az a tüskeve. Pár volt állítólag, ideig ért a Balaton. Ez volt a búvóhely a végvári vitézeknek, meg a szegény népnek, ha jött az ellenség. Csodálatos. Másszor jártam ott, de majd hogy ott hagytam a nadrágot. Szeretnék ott egy kicsit. Szeretnék egy kicsit. Tüskevári erdőbe? Ott is. Meg a nádasban. Horgász. Meg vadász. Ja, persze erre nem lehet elmenni. Hát el lehetne. Arribálnak a srác. Jó. Én akarok én is. Sajnos meg kell várni. De mindjárt kész vagyunk. És Adán. Kéne mi? Csináld az ilyen fokázást. De ne azt! Gyuri, én elmentem. Kivel? Robi-el. Repülj! End van! De mondd, hogy Anettka tovább. Süsü a szárkány. Mind egyet ő. Úristen. Süsü. Csokolom, csokolom. Gyakorlom, gyakorlom. Csokolom, nem is kell kenyér. Már inkább nem megszerül a jó étvágyat ültek. Tudom, hogy ezért sok. Név nélkül. Anettka után. Szemnek rak föl. Csak folyasz ki pirosat közepén. Csak tudod izével. Jöjj, csokolom! Ez fölkött szemnek? Nem húzott el. Csokolom, csokolom, csokolom! Csak világfilmekben játszunk. Nagy világfilmekben. Az ipari kalauz. Ez az, barátom! Hallod, ez a jegyük azt van? Tényleg! Hát itt nem tudod szerezni. A bén. Ez káosztály. Tömböd van? Semmi nincs, hát nem hozott. Betontömb? Hoztál valami tömböt? Lábodra tömb? Szentesük értik elvileg mint ezt. Pacsmag utca! Színész úr. Nyomjad meg a piros. Fogászati! Ahót falva! Fáradni, tessék! Fáradjon! Így! Bemutatom a... Szemét a pályán legyen! Szemét a pályán legyen! Amikor ezzel a vajazó késé bárra húzunk, vagy jobbra fölnyomjuk a vanat, elindul előre. Nem fog elindulni. Nem indul előre. Mert csak ha csörögnek. Ez mi? Késta.
Menjünk tovább. Igen. Itt van a hűtőszekrényünk. Kabátom. Többek között. Ezzel itt szoktam kapaszkodni. Amíg a vonat áll. Maga nem pisál. Vegyek tovább. Az alkalmazottaim. Gyere, bemutatom a sinautóbuszt. Sinautóbusz. Megnézzük jobban. Fáradjon be. Nemes acélburkolat fával borítva. Fából. Pozsony és környékére szoktunk járni. Innen megyünk idáig, onnastól erre. Macskákat is lehet szállítani, kutyákat is. Pár egy vasat a segérből. Megkérdezzük a rendezőt, hogy ez jó lesz. Mert nem biztos. Jó. Koncepció vele fél. Csabály! Megmutatom a Lili bácsi. Ő Liliput vezérigazgató. Liliput vezérigazgatója. Mindenképpen le kell cserélni. Itt van Liliput vezérigazgatója. Büntesd meg, nagyon figyelj. És ezt nem szabad meghúzni. Az nem, nem azt, a könyvemet, meg a táskámat. Meghúzni. Meg a Liliket szabad meghúzni. Ő még belefér. Nagyon nagy kocsi. Kicsi. És a végén. Ez szabály. Hol az a pilla? Na megint. Nem, én leszek ott és én elfogom. Én megyek kína. Szia majom! Szia csukás majom! És keményen satulunk. Igen. Ja, ilyet még nem hallottak? Ott van, hát várjál. Hogy örültek, hogy egy cifra, két is adnak. Ja, az megvan. Szegény bubik, hogy porkol. Ezek meg egymástól jobban legyen. Rózsám, vasúta. Hát de vasútas, vasútas. Vasútas. Hát ennyi, nem? Hát, még... Ez le... Próbálják egyszer, hogy... Na, még egyszer, fel! Piacskám, az úr mindig így horkol. Nem mindig. Néha jobban. Az én uram is horkol, de ilyet még nem hallottam. Néha egészen abba hagyja. Pár jelenet marad el, egy körülbelül egy olyan 4-5 nap, amit még le kellene forgatni belőle, bár ez lehet, hogy több lesz, és nagyon-nagyon sok utómunka még. Hogyan lehet majd egyáltalán ezeket a jeleneteket pótolni? Lehet-e pótolni, vagy mondjuk ezek akkor ki is maradnak a filmben? Úgy vettük fel a filmet, hogy azok a részek, amelyek a természet miatt pótolhatatlanok, azokat készítettük el először, és most olyan részei a filmnek, amelyek belsők, illetve nem természetfüggő részek, azokat kell majd később felvennünk ezáltal, majd amikor ugye a lehetőség meg lesz rá. Mikor is tehát hogy áll hozzá, hogy most hát a lelkesedés az megmaradt, mert azért mindannyiunknak a tüskevár egy fontos küldetés, ha használhatok ilyen nagy szavakat.
de azért nagyobb lenne a mosolygás, hogyha a cukorosok is gondolnak. Jó, oké. Fénysrác. Kellene, igen. De már. Mit kell a borda? Az, hogy tolják neki 105. Összeérjük, hogy egy kis kriptet. Gábor, mennyi? Na, az is jó, hogyha jelentkezik. Marci, hol vagy? Gyere, Marci! Attila! Az új szakmában. Én kérem szépen, már 13-12 évesen vasutas voltam. Azt tudjuk. Mi a kis távolba vagy? Nem, a BVSC úszója voltam, barátom. Hallod, Bütyök? Lesz megérkezésed a vonaton. Juhuuu! Csap! Tessék! Gárdony! Gárdony állomás! Még egyszer, gyorsan! Gárdony! Gárdony állomás! Ennyi. Most esd le! Dublőz nélkül! Téri! Ez az! Tic, tic, tiri, tic, tic, tiri, tic, tic, tiri, tic, tic, tic. Tojás ellen mit fog fogsz? Szögyör! Pálint kérdése! Ezt ki csináltam? Lehet. Köszönöm, hogy visszakültött kapott. A bagy már egyet nekem is. Nem, ebből Molino, Kappor Molino. Csak kérném, ha már itt minden ingyen van. És plusz kulcsot, ha már itt minden ingyen van. Egy olyan zsiret. Köszönöm, hogy hülyét. Tisztel vagyunk. Jó. Négy, kerek négy. Jó, akkor csöndet kérek, felvétel lesz, felvétel indít. Úgy. Korom. Igen. 8-16. Csap. Tessék. Szia, Bütyök. Szia, Tutajos. Már elkezdtünk, majd én vágom, te meg lapátolod. Szöveg. Hallod, itt megint fal van. Bicsök. Majd meg... De én irányítva, és utána... Ez valami volt. Rátaposok, és akkor úgy dög, hogy akkor hallod? Pince van alatta. Nem, azt kellene... Tutaj! Tutajos, odaugrik. Lenéz. És akkor ledobja a lapátot, és lenéz gyorsan. Tartsd meg az aprót, te most. Ledobod hátra a lapátot, de nem... Megyünk még ennél tovább? Igen, persze. Hogy innen már csak te vagy, és a te szöveged. És az ő szöveget majd fölvesszük a pincébe. Nem mozog! Mi? Hozok rád földet. Vettjük. Ez az első. Megvettük. Össze kéne savazni a kezdőt, nem? Össze kéne savazni a kezdőt, mind a kettőjüknek. Gyuri, azt direkt mondom így. Mi? Azt a részt. Amelyiket? A gyerekek tudta képviselni. Persze, Bütyök okoskodik. Már megszoktam. Nem, éppen arra gondoltam, hogy idézem ilyen, mert órán tanultak pont erről, és akkor órán száj. Felidézi, amit a tanár mondott. De nagy ötlet. Gyerekek tudtak építkezni. Jó. Olyan, mint a vas. Olyan, mint a vas. Ide nézz. Ha
ez jó volt. Ez annyira az a csukló hat. Bocs. Aci! Ki volt el? Légy szíves. Meglep engem is a tempó, mivel folyamatosan veszek a jeleneteket. Ennek ellenére kicsit kihúztunk, de folytatni fogjuk később a forgatást. Te orvostra könyvet, hogy látod a régi filmet? Két kérdésed volt. A könyvet olvastam, méghozzá azért olvastam, mert Gyuri, amikor ugye együtt járunk a Földesi Margit Színész stúdiójába, Gyurival. És a Gyuri rendező úr hirtelen megjelent ott, mint egy angyal. Azt nem vagy. Kivel jársz annyit? Megkért arra, hogy mondta, hogy van egy ilyen Tüskevár című film, és akarok-e szerepelni. Na ez egy nagy csattanóval érkezett, én meg ugye már rögtön érdeklődni kezdtem, hogy miről van szó. Kiderült, hogy Bütyök Tüskevár forgatás, minden kiderült, és nagy boldogan elkezdtem a kemény szereplést. Ezért olvastam el a könyvet, tehát itt jött a ötlet, hogy olvasom el a könyvet, mert anélkül ugye nem lehetett volna eljátszani ezt a szerepet. Második kérdésed az volt, hogy... mi volt második kérdés? A tévéjáték. Nem látom. Nem látom a filmet. Direkt azért nem látom a filmet. Nagy Bálint rajongók vagyunk. Azért nem látom a filmet, mert tiszta lappal akarok kezdeni, ezt már máshol is elmondtam másodásokban is, de nem változott azon. Tévéket mondjál azért be. Hiszen ha megnéztem volna a filmet, akkor hatással lett volna a itteni szerepemre. És én nem akarom lemásolni azt a bütyököt, és semmilyen hatást ne gyakoroljál rám, mert én nem néztem meg. Mennyire hasonlít a könyvhöz, meg a... Mennyire azonosul a bütyökkel magyarán? Bütyökkel, ugye én elolvastam a könyvet, és akkor kialakult bennem egy kép bütyökről, ami egyébként, hogyha te elolvastál például a könyvet, biztos, hogy másképp lenne. Tehát annyi kép alakul a bütyökről, amennyien elolvassák. Na most az én képem, és Péntek már összekeveredett szépen, és emiatt bütyöknek egy kicsit úgy telik a nyara, hogy Péntek Bálintnak is telne. Itt minden jelenetben, de azért bizonyos keretek között. Tehát a fekete is valamit megírt annak a kereteiben. Végül is. Van valami különleges élmény, hogy meg tudnál osztani velünk? Hát nagyon sok különleges élmény van így kiragadni. Itt az összes ember különleges. Operatőr úrunk, Ákos, aki háttérben bevett. Most is kamerázó András, akinek így kell kérteni a nevét. Nagyon sok érdekes a család engem, például egyes szerepeknél Ugrósdi bácsi. Ugrósdi bácsi helyett érdekességek vannak. Úgyhogy, tehát mindenki egyedi karakter a rendező úrnak is, úgyhogy mindig ilyeneket mond. Mindenki, nagyon érdekes karakterek vannak itt, úgyhogy ez egy igazán különleges élmény ez a forgatás. Eddig, és szerintem ez után is ez lesz. Mennyire alakult ilyen dátok? Igen, a stábbal kialakult egy ilyen kapcsolat, tehát végül is együtt megyünk a Bohémba. A Bohémról azt kell tudni, hogy itt a környéken az a ilyen fiatal srácoknak a centruma. De látszik, hogy nem csak fiatalok járnak. Kék osztrika. Bárki itt a stábból. Szintén úgy szeretik, hogy itt szoktak összejönni, van biliárdasztal, kocsó, sör. Én megalakítom a Bálint fánklubot. Belépek. Nekem te vagy a
Viszont nem volt kérem szépen. Minden igen. Kérem. Jó voltál. Igen, jó voltál. Egy a hiba kihagytad. De ezt nem érdekel, hogy ugye együtt járunk a... A formátit kihagytad, és nem kellett volna nézni. Igen, kimaradt. Talán pince van alatta. Ne ugrálj rajta, előbb letisztítjuk. Tuti, Jóskám. Ezen nyugodtan ugrálhatsz. Az öregek tudtak építkezni. Olyan, mint a vas. Ide nézz. Lajos! Ne mozogj! Mi, Csupi? Ne mozogj, mert rácakad a többi. Nincs semmi bajod. Az egyik ujjam talán kitörött, vagy mi? Ugye mondtam, hogy ne ugrálj. Elmentél? Hogy mentem volna el? Mozdulni sem merek. Nem szakadhatsz rám, mert a bolthajtás többi része úgy látom erős. Megkeresem Gergő bácsit. De addig mit csinálok itt? Például megvársz.